Csöndes koszorúzással emlékeztek Fodó Sándorra, a KMKS egykori alapító elnökére születésnapi alkalmából Visken. Február 26-a egyben a Kárpátaljai Magyar Érdekvédelmi Képviselet születésének időpontja is, hiszen 1989. február 26-án alakult meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Fodó Sándor kezdeményezésére. Bár jelen helyzetben Ukrajnában háború dúl, Kárpátalját egyelőre még nem érték el a harcok. A helyi magyarság bízik abban, hogy a borzalmak mi hamarabb véget érnek, hiszen nem szeretnék elhagyni szülőföldjüket. Fodó Sándor volt az, aki létrehozott egy csapatot, létrehozott egy olyan társaságot, aki még most is, jelen pillanatban is jelen van Kárpátalja közéletében. Akik elmentek, azokra szomorú szívvel tudunk emlékezni. És reméljük, hogy jön utánunk egy következő generáció, és szerintem ez is a Fodó Sándor műve, és Fodó Sándor alapozta meg ezt az egész folyamatot. Úgyhogy ezért tartom én fontosnak, hogy minden évben megemlékezzünk Fodó Sándor születésnapjára, és nem csak az ő születésnapjára, mert nagyon jól kitalálta, 33 éves a KMKS, és az ő születésnapján jött létre. Úgyhogy egy nagyon fontos dátum ez mindannyiunk számára és a magyar közösség számára is. Ezért kell, hogy emlékezzünk, mert szükség van, úgy gondolom, mindannyiunkra. Ebben a nehéz időben különösen fontos az, hogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, és fontos az, hogy béke legyen. Béke legyen a világba, béke legyen Ukrajnába, és mindannyiunk számára béke legyen, mert itthon akarunk élni, itt Kárpátok alján.